Takács Vanessa a Gellénházi Pap Simon általános iskolába járt. Már kora gyermekkorától alkot, többféle technikát kipróbált, és máig nagy örömet jelent számára, ha fejlesztheti kreativitását. A 15 éves gimnazista eddig készített képeiből válogatott, ezért is az időkapszula cím. A megnyitón úgy fogalmazott, a rajzolás sok mindenre megtanítja. Türelmet, nagyon, hát, nagyon szeretek a kisebb részletekre rámenni, és csendes pihenőt, egy megnyugtatást ad a lelkemnek. Van ezt a tehetségére Fitos Józsefné figyelt fel. A rajztanár szerint korán kiemelkedett kortásai közül sajátos látásmódja egyedivé tette munkáit már első osztályos kora óta tanítottam én alsó tagozatban is, és már akkor kiderült, hogy az ő számára a rajzolás és a festés az egy életforma. Ő úgy el tudott mélyülni a munkába, hogy megszűnt körülötte a világ, és amilyen munkákat ő kiadott a kezek alól, azok többek voltak, mint egyszerű gyermekrajzok. A Városi Könyvtár megmutatom magam nevű programsorozata 18. évébe lépett. Állandósága és sikere, mások mellett abban rejlik, hogy teret biztosít a fiataloknak, akik visszajelzéseket kaphatnak a közönségtől arról, hogy milyen úton járnak. A titka abban rejlik, hogy olyan fiatalokat keresünk, kutatunk, illetve fogadjuk a jelentkezésüket, akik az alkotóművészet bármelyik ágában valami kiemelkedőt és egyedit alkotnak, és bátran mondhatom, hogy most már egy listánk van, tehát nem kell külön keresgélni azokat, felkutatni azokat a, a csoportokat is, iskolákat, osztályokat, akik szeretnék megmutatni a tudásukat, illetve az alkotói tehetségüket, hanem jelentkeznek, akkor ajánlás útján is előfordul, hogy rákadunk tehetségekre. Török Irén hozzátette, ezúttal is ez történt, mivel Vanessa ajánlással került a kiállítók közé. A tárlat október 31-ig tekinthető meg.